Köszöntöm Önöket a szerkesztő Kovács Klára nevében is. Hogyha azt mondom, hogy Hungary Helps program, akkor ma már szerintem sokan tudják, hogy mi a program lényege, a helyben segítés, és hogy oda vigyük a segítséget mindig az adott országba, a térségbe, és a program célja és lényege az is, hogy folyamatosan kapcsolatot tartanak egyébként a támogatott országokkal, területekkel. Erről fogunk ma beszélgetni Zelei Péterrel, a Hungary Helps program igazgatójával. Köszöntöm. Jó napot kívánok, köszöntöm a kedves hallgatókat. Méghozzá arról, hogy nemrég érkezett haza Gánából. Így van, munkatársaimmal 5 napos látogatást tettünk Gánában azért, hogy felkeressük azokat a helyszíneket, ahol a Hungary Helps Magyarország segít program különböző projekteket valósít meg, és találkozzunk azokkal a helyi partnerekkel, egyházi, illetve civil partnerekkel, akik hát minden nap rengeteget dolgoznak azért, hogy fiataloknak oktatást, betegeknek egészségügyi ellátást, szociális gondoskodást nyújtsanak. Megismerjük az ő történetüket, és megismerjük ezeknek a projekteknek a hatását. Ezért voltunk ott kint. No, és akkor menjünk is bele. Gánában konkrétan mióta és hogyan segít a Hungary Helps program? Gánában 2020-ban indult az első projektünk oktatási területen, aztán ezt követték egészségügyi projektek, és végül ez egy egészen komplex és több területre kiterjedő együttműködésé alakult. Elsősorban egyházi partnerekkel dolgozunk Gánában, ez fontos tudni, ez ugyanis a Hungary Helps program egyik fontos alapelve, hogy az egyházi közösségekre, a hitelvű közösségekre nagyban tudunk számítani olyan helyeken, ahol adott esetben más infrastruktúra vagy rendelkezésre álló hálózat az kevésbé van jelen. Azt azért tudni kell Gánáról, hogy egy nagyon stabil ország, talán a legstabilabb ország Nyugat-Afrikában. Ez a stabilitás ugyanakkor hát folyamatos kihívásokkal néz szembe és fenyegetésekkel néz szembe. Fontos ismerni és tudni, hogy Gána környezetében olyan országok találhatóak, Burkina Faso például, ahol a biztonsági helyzet az elmúlt években jelentősen romlott, és ez az instabilitás, ez a biztonsági válság, ez folyamatosan begyűrűzik Gána irányába, és egy olyan helyzetet okoz, akár a menekült áramlás kérdésében, ami nagyon fenyegeti ezt a stabil helyzetét az országnak. És pontosan ezért fontos, hogy ezek a projektek ott Gánában működjenek, és pontosan ezért jelentős az, hogy az egyházi partnerekkel is együtt működünk, ugyanis például Észak-Gánában, ahova felutaztunk itt a látogatásunk során egészen a Burkina Faso-i határa, az egyháza legfontosabb szociális struktúra, segítséget nyújt a menekült ellátásban, segítséget nyújt az oktatásban, az egészségügyi ellátásban, és hát büszkén mondhatjuk, hogy egy nagyon fontos partnerség alakult ki ott a Navrongo-Bolgatangai püspökséggel. A támogatott projekt keretében már 2021 óta felépült 2 kis vidéki egészségügyi rendelő, ami 10-12 ezer ember ellátásáért felelős, tehát egy hatalmas területet és egy nagyon nagy népességet fed le ez a két kis járóbeteg ellátó intézmény. Korábban egy nagyon rossz állapotban lévő helyiségbe kellett a betegeknek ellátásért menniük. Alig volt néhány kezdetleges felszerelés, néhány rozoga ágy, rozoga szék és nagyon ősi vizsgáló eszközök, vagy hát ilyen régi vizsgáló eszközök és műszerek. És hát a program támogatásának köszönhetően és Magyarország támogatásának köszönhetően ezeket a rendelőket sikerült felújítani, egy új épületet építeni, ahol most már rendesen elfér ez az ellátás, és persze föl is szereltük ezt az épületet új kórházi ágyakkal, új diagnosztikai eszközökkel, ezáltal sokkal jobb szűrést, sokkal jobb ellátást kapnak az ideérkező betegek. Ugye most van jelen pillanatban a maláriának a csúcs időszaka, ilyenkor ez az első számú veszély, amit diagnosztikailag kezelni kell. Ezen túl egyébként még nagyon fontos oktatási része is volt ezzel a püspökséggel a közös együttműködésünknek. 10 iskolába 1500 padot sikerült beszerezni. Addig ugyanis a gyerekek ezekben a nagyon rossz állapotú iskola épületekben, épületblokkokban a földön ültek, gyakran 60-70-80 diák is egy terembe bezsúfolódva. Azzal, hogy ezeket a padokat sikerült beszerezni, és a diákokat egyesével leültetni, az egész oktatás egy jóval rendszerezettebb, szisztematizáltabb képet kapott, és ez nyilván hozzájárul majd az ő tanulmányi eredményeikhez.
Ez egyébként a szegénységből való kitörésnek talán az egyetlen és legfontosabb kulcsa lehet a minőségi oktatás, és éppen ezért a programunk ezen az egyházi partnerségen kívül több más kisebb civil szervezettel is együtt dolgozik, nagyon minimális támogatásokkal, ugyanis nagyon-nagyon nagy hatásfokot lehet elérni az oktatásban. Itt tényleg pár millió forintos hozzájárulásokról beszélünk, aminek a hatásfoka a gyermekeknek a jövőjében mérhető. Egy másik példa, szintén Gánának az északi vidékén található Tamale városa, ez egy nagyon gyorsan növekvő város. A népesség robbanás az tulajdonképpen az oktatás versenyzik, és az oktatás kapacitását kell emelni ahhoz, hogy lépést tudjunk tartani a népesség robbanással. Itt egy nagyon kis iskolát támogat a program új iskolaépületekkel, új osztálytermek felépítésével. Ennek köszönhetően talán 80 vagy 80-nál is több diák kap lehetőséget az oktatásban való részvételre. Ez egy hatalmas nagy dolog, ugyanis ez az iskola egy olyan külvárosi területen található, ahol eddig nem igazán volt elérhető ilyen szolgáltatás. Úgyhogy ezek mind nagyon nagy hatásfokú projektek, és hát nagyon büszkék vagyunk arra, hogy ezt a Hungary Helps programon keresztül egy partnerségben, vagy partnerségeken keresztül tudjuk támogatni. Hány embert érhetnek el ezek? Kik kaphatnak segítséget a Hungary Helps kapcsán ott kint Gánában? Ezeknek a projekteknek a nagy előnye az, és ez fontos az egyházi projektekre is nagyon igaz, hogy mindenki részesülhet belőle, tehát törzsi háttértől, vallástól, etnikumtól, nemtől függetlenül, teljes mértékben nyitva áll mindenki számára. Az említett egészségügyi központokra visszatérve például, amikor ott jártunk, mindenféle vallású és törzsi hátterű emberrel találkoztunk, és egyformán részesülnek a programnak az áldásaiban. Ezért én azt mondanám, hogy ezeknek a projekteknek a nyitottsága az mindenki számára hozzáférést enged. Hogyan látja összességében egyébként? Nyilván ez egy térség, ahol próbálnak segíteni, mondjuk, hogyha az egészségügyről vagy az oktatásról van szó. Hogyan fogadják ezeket a segítségeket ott helyben? Erre egy nagyon szép példával tudnék válaszolni. Az egyik, hát nevezhetem így, zászlós projektünk egy magyar alapítványon, egy magyar származású doktornőn keresztül, dr. Simó Juditon keresztül zajlik. Dr. Simó Judit több mint tíz éve már Tamaléban él, ebben a korábban említett nagyvárosban, ahol egy szemklinikát üzemeltet, és ez a szemklinika, ez most egy támogatást kapott a program keretében, azért, hogy egy új épületet, egy új rendelő épületet tudjanak építeni, ahova olyan szembetegek járhatnak, vagy illetve kaphatnak ellátást, akiknek ez az egyetlen lehetőségük arra, hogy szakellátásban részesüljenek. Ez ugyanis Gánának ezen a középső északi részén teljes mértékben hiányzik. És a doktornőnek a missziója, ez a személyzeti misszió, ez tényleg olyan népességeket, népességrétegeket, embereket ér el, akiknek máskülönben nem lenne lehetőségük hozzájutni ilyen ellátáshoz. És itt nagyon egyszerű és könnyen gyógyítható betegségekről beszélünk, például szürkehályogról, ahol egy egyszerű beavatkozás tulajdonképpen a betegnek a látását menti meg. Az fontos tudni, hogy Afrikában, aki ilyen sérüléssel küzd, vagy betegséggel, gyakran vakság lesz a vége, és a vakság az egy teljes elszigetelődést idéz elő, ugyanis a családja, a beteg családja nem képes eltartani egy ilyen magatehetetlenné vált szemét, és hát nagyon szomorú ezeknek az embereknek a sorsa, és elég hamar el is hunynak, mert hogy egész egyszerűen nem tudnak róla gondoskodni a közösségek. Tehát egy egyszerű rutin beavatkozás ezeknek az embereknek tulajdonképpen az életét menti meg, és hát a doktornő naponta több mint 10 vagy akár több tucat embert is, attól függ, hogy milyen betegségekkel keresjük meg őt, több tucat embert is ellátásban részesít, megműt. Neki vannak olyan lézeres műszerei, amelyek nem csak Gánában, de igazából a nyugat-afrikai térségben is egyedülállóak. Tehát egy nagyon, nagyon kulcsfontosságú ellátást biztosít ez a magyar származású orvosnő, és hát megint csak büszkék vagyunk arra, hogy ehhez a kapacitás fejlesztéshez hozzájárulhatunk. Speciális területről beszélünk, összességében egyébként mi a tapasztalata, hogyha a gánai egészségügyről beszélünk, akkor ez
milyen állapotban van, fel tudjuk-e mi fogni egyébként itt mondjuk Magyarországon, hogy ott mekkora segítséget jelent például egy ilyen hozzájárulás a Hungary Helps programnak? Hát természetesen nagyon nagyok a különbségek, és ezt talán így Európából nézve nehéz is elképzelni. Igen, ezért is kérdezem így. Igen, hogy... igen, hát elsősorban a vidéki területeken nagyon, nagyon rossz a helyzet, hiszen ezekbe a falvakba gyakran még szilárd útburkolat se vezet, tehát eleve egy nagyon nehezen megközelíthető térségről van szó. Na most bárkinek itt sürgős problémája akad, hát mire kiér a mentő és beviszi őt a legközelebbi kórházba, azért az órák, hosszú órák kérdése. Ezért is nagyon fontos például a vidéki ellátási hálózatnak a megerősítése, és a már említett két kis vidéki egészségügyi rendelő az azért is egy nagyon nagy dolog, mert hogy pont az ilyen tanyavilág közepén nyújtanak szolgáltatást olyan népesség rétegeknek, akiknek tényleg nagyon nehezen elérhető a városi egészségügyi szolgáltatás. Azt még fontos hozzátenni, az elején beszéltem a stabilitásról, és talán ide kapcsolódik, hogy Észak-Gálna térségében ez a stabilitás kérdéskör, ez egy kicsit kezd megváltozni, ugyanis a szomszédban a biztonsági helyzet miatt eléggé sok menekült érkezett most Gánába. Azt tudni kell, hogy itt zöld határ van a két ország között, tehát szabadon átáramolhatnak ezek az emberek. És hát jelentősen megterhelik ennek az északi régiónak az amúgy is túlterhelt egészségügyi kapacitását. Tehát itt most hirtelen megjelent sok ember, több ezer ember a rendszerben, akik egyébként rokoni vagy törzsi kapcsolatban állnak a gánaiakkal, tehát igazából nem is nagyon lehet sokszor szétválasztani őket a gánaiaktól, és egyébként a gánaiak is nagyon nagy szolidaritással fogadják ezeket az embereket, hál' Istennek. Úgyhogy alapvetően itt most emelkedő tendenciát tapasztalhatunk, és ez további kihívásokat jelent az egészségügyi infrastruktúrára nézve, hiszen jóval több embernek lesz szüksége szolgáltatásokra. Nekünk is volt szerencsénk itt ebben a térségben egy befogadó központba ellátogatni. Egyre több ilyen állomáshely létesül, ahol egyébként főleg nők és gyerekek érkeznek Burkinából. Most már az ENSZ menekültügyi főbiztosságának a becslései szerint olyan 4-5 ezer fő körül van az érkezettek száma. És hát itt egy újabb kihívás jelenik meg a rendszerben, hogy a gyerekekkel mit kezdünk. Hiszen a gyerekeknek oktatás kell, ők kiszakadtak az otthoni közegükből, kiszakadtak az otthoni családi, baráti, oktatási, vallási közegükből, és hát el kellett hagyniuk a szülőföldjüket méghozzá eléggé bizonytalan körülmények között, hiszen Burkinában ennek az egész menekülésnek a kiváltó oka az a dzsihadista erőszak. Tehát egy rettenetes helyzet uralkodik el Gánától északra, aminek a következménye az tényleg ez a menekült áradat, ami egyre inkább erősödik ebbe az irányba, és ez azért a közeljövőben nagyon komoly feszültségeket okozhat akár a hatóságokkal, akár még egyszer mondom, azzal, hogy leterhelik ezt a vidéki, illetve városi infrastruktúrát. És mindennel összefügg, nyilván az oktatás kérdése is kapcsolható ide is, és kíváncsi vagyok a véleményére, hogy egyébként, ha oktatásról beszélünk, akkor milyen helyzetet kell elképzelnünk Gánában, és mit tapasztalt most, amikor kint volt, de az egészségügy kapcsán felmerül bennem egyébként az a kérdés is, hogy például azokat a dolgozókat, akik, vagy ápolókat, akik az egészségügyben dolgozhatnak, őket lehet-e támogatni, vagy hogyan kapnak ott szakértő segítséget? Igen, hát a kérdésnek a második fele azt rögtön meg is válaszolnám, és ez nagyon érdekes, ugyanis alapvetően orvoshiányos állapot van, hiszen sok az ilyen kis rendelőintézet, viszont eléggé kevés a szakképesített orvos. Ezért a nővérek kapnak sokkal komolyabb kiképzést Gánában, meg egyébként Afrika többi országában is ez egy bevett dolog, hogy nagyon kompetensek a nővérek, és sokkal komolyabb beavatkozásokat is ellátnak, talán éppen csak nem műtenek, mint mondjuk, ami az Európában megszokott. Például a szülészeti folyamatokat, azokat önállóan le tudják menedzselni. És ez nyilván nagyon fontos dolog, és egyébként
ahogy ön is mondta, minden mindennel összefügg, ez meg nagyon nagy felelősséget ró a képzésre és az oktatásra, hiszen a nővérképzés, és akkor itt kicsit, ha Gánától eltérünk, Nigériában van egy másik programunk, közeli ország, ahol egy nővérképző iskolát, kollégiumot épít a program. Hatalmas nagy jelentősége van ezeknek a projekteknek. Több száz nővér fog minden évben kikerülni ebből az intézményből, és ez egy nagyon komoly plusz lesz az egészségügyi ellátórendszerben. És ámblokk, hogyha az oktatásról beszélünk? Ha az oktatásról beszélünk, én azt gondolom, hogy nagyon nagy jelentősége van a magániskoláknak. Gánában ugyanis vannak állami iskolák, és vannak magániskolák, és a magániskolában nagyon sokszor, ezt most a mi projektjeinkre alapozom, úgy tapasztaltam, hogy nagyon lelkes, nagyon karizmatikus, nagyon elhivatott tanárokkal lehet találkozni. Csak egy példát hadd mondjak a mostani utazásunkból, mikor Tamaléban voltunk, és megtekintettük ezt az iskolát az épülő osztálytermekkel, akkor ott egy nagyon lelkes iskolaigazgató, aki maga is egyébként tanárember, vitt körbe minket, és mutatta be az iskola osztálytermeit. Aztán a végén fölhívta a figyelmünket három kis diákra, akik ott a kerítés mellett bámultak be az iskola osztálytermeibe, és nézték a tanuló társaikat, és hát kérdeztük, hogy ők mit csinálnak itt. És azt mondta, hogy sajnos ezek a diákok nem tudják előteremteni még azt a minimális tandíjat sem, ami pedig tényleg nagyon-nagyon kevés összeg, éves szinten is ilyen pár ezer forintban mérhető, ami a tandíjhoz szükséges. És hát ők sincsenek abban a helyzetben, meg az intézmény sem jutott el még arra a szintre, arra a kapacitásra, hogy mindenkit, aki az oktatás iránt érdeklődik, be tudjon fogadni, és edukálni tudjon, és oktatni tudjon. Ezért hát itt nyilván nagyon nagy felelősségünk van a továbbiakban is, hogy ezeknek a lelkes, tanulni vágyó, mind a három kisrác egyébként doktor akart lenni, orvosdoktor, hogy ezeknek a tanulni vágyó lelkes fiataloknak megadjuk azt a lehetőséget, ami tényleg egy minimális anyagi hozzájárulással elérhető. Ez talán úgy is mondhatjuk, hogy nem csak Gánában, de Afrika egészében a társadalmaknak a jövője. És nagyon sokszor hallani ezt a mondást, és ez egy nagyon igaz dolog, hogy Afrika a népesség robbanásra és a fiataloknak a növekvő arányára nem kihívásként tekint, hanem tőkeként és lehetőségként. Nyilván kihívást is jelent, hiszen hogyha ezt a demográfiai robbanást, a fiataloknak a nagy arányát nem tudjuk megfelelően kezelni, nem tudjuk megfelelő oktatással lekötni az ő energiáikat, akkor ez nagyon könnyen átfordulhat egy radikalizációba, mint ahogy ezt például a Száhelövezet sok-sok országában tapasztalhatjuk, Maliban, Burkina Faszóban. Egész egyszerűen a fiatalság egy nagyon sérülékeny helyzetben van, nagyon könnyen befolyásolhatóak negatív és radikális irányokba, és az oktatásnak ezzel kell felvenni a harcot, ezért van nagyon nagy felelősség azokon a projekteken és azokon a partnereken, akik ezeket a magániskolákat támogatják, mert ezeken keresztül nagyon komoly és minőségi változás érhető el. A másik dolog pedig, ezt már talán említettem, a képzési. Tehát azon túl, hogy oktatást adunk, általános oktatást, fontos szakmát adni ezeknek a fiataloknak a kezébe, hogy tényleg kenyérkereső polgárok lehessenek, mert ez lehet a kulcs a stabilitáshoz. 2020 óta működik ott Gánában ez a program. Nem tudom, hogy hányszor volt alkalma ott járni. Milyen változást látott most a legutóbbi út során? Én magam harmadik alkalommal voltam kint. Két évvel korábban kétszer egy azon évbe, és összességében én azt gondolom, hogy nagyon sok pozitív irányú változást lehetett látni az országban ahhoz képest. Pozitív irányú, ha csak a projektjeinkre gondolok, hiszen például az egészségházak elkezdték kezelni a pácienseket. Tehát amikor két évvel ezelőtt még csak alapkőlerakáson voltunk kint, ezek az intézmények már működnek. Ezek az intézmények már tele vannak betegekkel, akik megfelelő ellátást kapnak. Ez mindenképpen egy nagyon pozitív változás volt. Általános értelemben is egyébként sok pozitívumot tapasztaltam, az utak állapota talán javult.
Ezt most megint csak az egyik projektünk példáján tudom mondani, hogy egy nagyon-nagyon eldugott kis vidéki faluban épült föl az egyik ilyen klinika, amihez 2 év alatt sikerült egy szilárd útburkolatot oda építeni. És egyébként ez megint csak egy egyházi projekt, és az egyház büszkén mondta, hogy igen, ez a magyar hozzájárulásnak köszönhető, hiszen a helyi kormányzat is fölismerte azt, hogy ez mekkora nagy érték, hogy ide európaiak segítséget hoznak, és ez nekik mekkora lehetőség, és mennyire fontos az ő regionális békéjükhöz és stabilitásukhoz, hogy ide Európából, Magyarországról ilyen segítség érkezik, és ők is hozzá akartak járulni ehhez a folyamathoz, és megépítettek egy szilárd utat, hogy az emberek könnyebben eljussanak ebbe a kórházba. De ezek mind nagyon pozitív folyamatok. Ugyanakkor, ahogy az elején említettem is, nagyon sok kihívás mutatkozik, és különösen az északi térségeknek a rossz biztonsági helyzete miatt, ami egyértelműen egy ilyen begyűrűző tendenciát mutat. Azt tudni kell, hogy Gána egyébként menekülteket és migránsokat fölvevő országnak számított sokáig, és most úgy tűnik, hogy ez a tendencia megint ebbe az irányba mutat. Ez okozhat még komoly problémákat a jövőben, ami ezeket a jó folyamatokat megállítja vagy lelassítja. Végszóra hogyan látja a jövőt, a közeljövőt mondjuk Gánában a Hungary Helps program tekintetében? Én azt gondolom, hogy a jelenleg folyamatban lévő támogatásaink, például dr. Simo Juditnak a kis szemkórház épületének az elkészítése, az mindenképpen feladatot ró ránk, hogy ezeket befejezzük. És ezt követően pedig azért is fontosak ezek a partnerségek, mert ezek valódi hosszú távú partnerségek, különösen az egyházi szereplők irányába egy nagyon komoly bizalmi tőke alakult ki ugye az elmúlt 3 évben a szervezeteink között, és nagyon nagy bizalommal tudunk rájuk hagyatkozni, amikor újabb és újabb ötletekkel és javaslatokkal keresnek meg, hiszen ismerjük azt, hogy ők hogyan kezelik a projekteket, már tudjuk, hogy milyen módon állnak hozzá ezekhez a kérdésekhez, és ezek nagyon hasznos és jó partnerségek, úgyhogy azt gondolom, hogy a következő években ezekre tudunk és ezekre kell építenünk. És akkor tényleg végszóra önnek mit jelentett ez a mostani út? Nekem azt jelentette személyesen, hogy újra találkozhattam ezekkel az emberekkel, akiket volt szerencsém megismerni már 3 éve, és újra megbizonyosodhattam afelől, hogy mennyire értékes és mennyire fontos munkát végeznek. Újra meggyőződhettem arról, és ezt nagyon örülök, hogy megmutathattam nagykövet úrnak is, aki elkísért minket, és a munkatársaknak is, hogy mennyire elkötelezettek ezek az emberek. És talán ez jelentette nekem a legtöbbet, hogy ezt sikerült így bemutatnom másoknak is. Zelei Péter, a Hungary Helps program igazgatója. Nagyon köszönöm a beszélgetést. Én köszönöm.